téged, tisztelt barátaim, barátságok! Ismét elmúlt egy év, és számomra örömteli módon újra itt vagyunk közösen. Önöket, kedves minnyájukat ezen a immár hagyományjá való rendezvényen üdvözlöm. Köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek. Tavalyi év sem volt könnyebb, mint a tavaly előtti, ahol elmondtam, mennyire érzékelhető hatása van a válságnak, mert sajnos az élet minden oldalára kihat. Az elmúlt év és sajnos előttünk álló néhány hónap is megfeszített munkáról, vadmentésről szólhat ugyanúgy, mint ahogy eddig csináltuk a sportvadászok, illetve a hivatásos vadászokkal közösen. Szeretném most megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját. Az, hogy ereje és vérmérséklete szerint hozzáállt a vadászattal kapcsolatos gyermekből. Elismerés illeti mindazokat, akik ugyan önmaguk nem vadásznak, de örömmel osztoznak vadásztársaim sikereiben, és elviselik távolétükkel a vadászat idején. Most azonban inkább egy kicsit a vadászatról szeretnék szólni, mert ez igazán szívemhez és sokunk szívéhez közel álló téma. Azt hiszem, senki nem vádolhat engem elfogultsággal a témával kapcsolatban, hiszen nem titok, mennyire kedvelem ezt a tevékenységet, és szívemben viselem a vadászat, vadgazdálkodás helyzetét. Tudom, hogy sok vadásztársam ugyanúgy él. Aki még nem figyelte meg igazán az erdőt, el sem tudja képzelni, mennyi árnyalata van a zöld színnek. Milyen jó érzés lépkedni a puha pavarban, érezni a napsugarait és a friss illatú virágoknak illatát veszíteni. Csak figyelni kell az erdő csendjét, mely körülvesz, amely igazából egyáltalán nem csend és olyan érzésemmel támad, mintha egyé válnék az erdővel. Részese vennék valaminek, ami él és mozog, lüktet, lélegzik. Egy szabályosan megtartott vadászaton a vadon megvan az esélye a menekülésre, és sokkal több tiszteletben részesül, mint mondjuk a vágókéből a számsejtés. Egy utcára kidobott háziállat, vagy egy akár szobába betélet volna. Például egy apróvad vadászat, szervezetten hajtóvadászat, csak is mozgó állatra lehet tűnni. Szaladó nyúlra, vagy betűrő plácára. Mozdulatra van a kihos. Ez nem törvénye leért kötelesség, hanem egyszerű vadászatos. Ezt a vadászok természetesnek tartják, így sportszerű. Nagyon jól érezze magát, és nagyon jó szórakozást kívánok. Angyalok,
Köszönöm.